Jurcsek Flóra még nem töltötte be 11. életévét. Tavaly augusztus óta, vagyis 8 hónapja edz Jánosi Elvira irányításával. Mint mondja, egészen egyszerűen nagyon szeret futni. A mostani versenyen Athénban, élete első ultramaratonján elképesztő teljesítményt nyújtott. Erős akaratommal sikerült megcsinálni életem első maratonját, és egyben életem első versenyét, és 6 óra hossza alatt 44 km és 948 méter teljesítettem. Jánosi Elvira tanítványai a hétvégén a felnőttek mezőnyében indultak, a fiúk 223 kilométerrel győztek a 24 órás versenyen. Firic Dávid, Breár János, Boris Milodánovic, valamint a legidősebb, a 20 éves Pap Albert 6 óránként váltották egymást. A lánycsapat szerezte meg a második helyet, a 19 éves német Anett, a 13 éves Dulics Éva, a 12 éves Zaboskata, valamint Jurcsek Flóra összesen 193 kilométert teljesítettek egy nap alatt. János Elvira elmondta, sokan elborzadnak, hogy miért futnak ilyen sokat a gyerekek, pedig ő semmit sem erőltet rájuk, és ennyit igenis le tud futni egy fiatal minden negatív következmény nélkül. Ők igenis erre képesek, és nem szenvedéssel, mert egy ekkora gyerek, hogyha rendszeresen edz, és nem eltúlozva, csak az a heti 3 edzés, mint bármely sportágban, ők ezt játszva megcsinálják, és sokkal hamarabb regenerálódnak, mint egy felnőtt versenyző. A különítmény annak köszönhetően utazhatott el Görögországba, hogy a VMS-nek sikerült támogatót találnia. A várostól ugyanis nem kaptak semmilyen juttatást. Elég szomorú ez, hogy Szabadka város, aki a sportok városának titulálja magát, az ilyen eredményes sportolók mellé nem áll oda. János Elvira edzőként, szervezőként tovább folytatja a sportág népszerűsítését. Noha a korábbi években mindig akadtak anyagi nehézségek a verseny megszervezése kapcsán, a szervezők eltökéltek. Idén is lesz palicsi 24 órás ultramaraton, itt a Női Strandnál a Sétányon, méghozzá június 16-án és 17-én.